Három halálos áldozata van a horvátországi ítéletidőnek. A brutális vihar hatalmas pusztítást végzett, rengeteg épület megrongálódott, autókra dőltek fák az orkán erejű szélben. A károkat egyelőre megbecsülni sem lehet. Több mint egy hétig tartó kánikulának vetett véget a vihar, ami Olaszországból indult el, és Szlovénián, Bosznia-Hercegovinán és Szerbián is átvonult, óriási pusztítást hagyva maga után. Orkán erejű széllel, özönvízszerű esőzéssel csapott le szerda délután 4 óra körül a vihar a horvát fővárosra. Elsötétedett az ég és fél órán át tartó elképesztő pusztítás kezdődött. Zágrában megbénult a forgalom. A legnagyobb gondot a rendkívül erős szél okozta. Az egyik lakótelepen felvették, ahogy a szél tetőket bontott meg, és úgy dobálta ezeket a szerkezeteket, mintha papírból lettek volna. A tetődarabok autókra estek, falaknak csapódtak. A viharos szél feldöntötte egy darut a város szélén egy építkezésen. Horvát források szerint a daru kabinjában egy 36 éves munkás ült, vele együtt borult fel a szerkezet, de a férfinak a csodával határos módon csak a keze tört el, túlélte az esést. Egyelőre felbecsülni sem lehet, mekkorák a károk. Autók törtek össze a rájuk dőlt fáktól és a leszakadó ágaktól. Két férfi életét vesztette. Az ítéletidő az ország más részein is pusztított, Kelet-Horvátországban is volt halálos áldozata a viharnak. Az ítéletidő a napok óta tartó kánikula után érkezett meg Olaszország és Szlovénia felől. Olaszországban a Dolomitokban is rendkívül erős szél pusztított. Az egyik hegyoldalon forgó szél söpört végig, a fák úgy törtek ketté, mintha fogpiszkálók lennének. Láttuk, ahogy egymás után dőlnek ki a fák. Mi meg egy kis faházban voltunk pont a hegy aljában, és nagyon féltünk, mondta egy férfi. Trentino és Dél-Tirol tartományban is nagy károk keletkeztek. Szlovénia szerte áramkimaradások voltak az ítéletidő miatt. Itt is régen látott pusztítás végzett a nagy erejű szél, tetőket bontott meg, volt, ahol épületrészeket sodort el. Évtizedes fákat gyökerestül döntött ki a vihar. Bledben egy férfi életét vesztette, amikor rádőlt egy fa. Szlovénia egyes részein teniszlabda méretű jég esett, egy kempingbe villám csapott, itt többen megsérültek. Elképesztő vihar pusztított szerdán az esti órákban Szerbiában is. Belgrádban az orkán erejű szél miatt leállították a forgalmat a Nikola Tesla repülőtéren. Rengeteg fa dőlt utakra, autókra. Közben ugyanaz a jelenet játszódott le Új-Belgrádban is, mint néhány órával korábban Zágrábban. Egy amatőr felvételen jól látszik, ahogy egy építkezésen az erős szél feldöntött egy darut. Szerb források szerint nem ez volt az egyetlen, amely nem bírta ki a széllökéseket. Sokan megsérültek a viharban, többen életveszélyes állapotban kerültek kórházba. Ítéletidő vonult végig Bosznia-Hercegovinán is. Az ország északi Horvátországgal határos részén pusztított leginkább a vihar. Egy nő életét vesztette, legkevesebb 20-an megsérültek.